Kamari. Ez első hallásra olyan, mint egy japán küzdősport. Vagy ételspecialitás neve. Valott csupán egy tót eredetű kis hölgy iránti szenvedélyteljes és kizárólagos elkötelezettség óhajtottam hangot adni. Elferdült hajlam is tulajdonítható nekem, mert az említett nő elég csámpás. Már ha vonatkozásában lehet egyáltalában lábakról beszélni. De köze van és bokáigérő érő szoknyában szalonképes. Mi több? Reprezentatív. A közét úgy értettem, hogy mindenhez. Közügy, közüzem, közjó, közért, kölyel, és minden közzel kezdődő dologhoz például közöny, köze van. De ilyennek szeretem. Hiszen ha más valami szeretném, értelemszerűen nem is őt szeretném. És ez okot adna a találgatásra.